Sziasztok, Peti vagyok innen Rómából, kaptam hozzászólást itt a YouTube-on is, és már nagyon sokan kérdezték ezt a fűtés nélküliséget, úgyhogy erről próbálok most egy rövid videót föltenni, megkértek, hogy csináljak, bár most csak beszélni tudok róla. Amiről most beszélek, azt meg fogom mutatni a házépítkezésnél, de szerintem április-májusnál hamarabb nem, úgyhogy azért is jobb, hogyha beszélek róla. Fűtés nélküli házaknál gyakorlatilag van bent fűtés, de nincs olyan hő előállító közeg, amit valamilyen hajtóanyaggal, elektromos áram, szén, olaj, stb. Előállítasz hőt. Gyakorlatilag a természetben a házad alatt, fölött, mellett rásüt a nap a házadra, hőkollektor, stb. Elő tudsz állítani annyi meleget, amit a gyakorlatilag akár egy 12 vagy 24 voltos ventilátorral be tudsz keringetni, és ezek működőképesek. A lakás hőmegtartó erejét kell növelni olyan szintre, olyan szigeteléssel, szigetelés típussal, fajtával, módszerrel, nem tudom kinek, hogy tetszik, amelyeknek már elég nagy palettája van. Úgyhogy innentől kezdve el lehet gondolkodni azon, hogy estétől reggelig nem kell fűtés, estétől reggelig 2-3 fokos szintes és hőfokesés van, és azt át lehet vészelni, utána reggel megint újraindul. De gyakorlatilag ez csak egy keringető rendszer. Van hőtároló rendszer is, amihez szintén nem kell a hőt úgy tárolni, hogy ahhoz bármilyen szinten tartási elektromos rendszer kellene, ezek már léteznek. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a szigetüzemű rendszerekben is az alkatrészek már megkaphatók legalább 15-20 éve, akár boltokban is, de akár internetről lerendelhetők, különösen hát a mai világban, de pláne. Úgyhogy nem nagyon értem ezt az off-grid rendszer ellenességet sok részről. Igen, tudom, van sok probléma, amit úgy gondolnak emberek meg kell oldani. Az én saját személyes véleményem, egyetlen egy dolgot kell megoldani. Jelenleg ez a fűtés nélküli házakra is érvényes, a megfelelő szakembert megtalálni, ami gyakorlatilag off-grid rendszer esetében, nagyon sajnálom, lehet, hogy meg lehet kövezni érte, nincs. Magyarországon nincs olyan ember, aki komplett házat, ilyen barkács technikák vannak, hogy én itt bütykölök, én ott bütykölök, úgyhogy nincsenek olyanok. El kellene menni külföldre, Hollandiába, meg innen off-grid külön saját bemutatókra, nem YouTube videókból kellene kinézegetni a dolgokat. Fűtés nélküliség viszont nem ilyen. Nem 20 éve nem kellene már olyan, én mindig ezt mondom, 20 éve nem kellene már ilyen házakat építeni. Gyakorlatilag az USA-ban és más helyeken, ráadásul magyarok is, építettek már 72 évvel ezelőtt épült az első hivatalosan ilyesmi, de 70 éve már létezik az a technika, tehát az 1948-tól gyakorlatilag be lett mutatva, Telkes Mária tervezte a napkirálynő ezt a rendszert, egy házba, ami meg lett építve 1948-ban egy építészmérnök hölgy segítségével, asszony, nem tudom. Szóval, ezeket a házakat már rég, különösen egy magyarnak nem kéne ezért nagyon ágálnia, hogy mi az, hogy nem beszélek itt fűtésrendszerről, így gyakorlatilag a napfény, a napnak a hőjét tárolják el, mint az elektromos áramot az off-grid rendszerek akkumulátorokban, sótartályokban. Gyakorlatilag mindenki kipróbálhatja, hogyha fog egy ember egy 20 literes tartályt, lehet, hogy fogok is csinálni egy ilyen videót, egy 20 literes tartályt, egy ilyen kis kannát, lefújott feketére, kettő darabot, ide egyet, meg ide egyet, az egyiket megtöltöm vízzel, a másikat megtöltöm egyszerű nátrium kloriddal, alias konyhasó, hogyha esetleg valakinek nem működne, nem tudná, akkor így, és meg lehet mérni, hogy a nap mennyire melegíti föl, mennyi idő alatt, majd csinálok egy ilyen kísérletet, még nem csináltam ilyet, de szerintem tuti a só fog győzni. Mert a sónak a hő megtartó erét nagyon hamar le is hűl, de a megtartó erét, mint egy akkumulátort, tovább tudja tárolni. A mexikói sivatagban naperőműveknél, amik gyakorlatilag nem a napelemes erőművek,
hanem a hőerőművek, igen, ezt így mondják, hogy a napenergiával működő hőerőműveknél például sót használnak, tehát ott a csövekben sem víz folyik, ami viszi a meleget, amit fölmelegít. Tehát ez úgy néz ki, hogy ugye van egy oszlop, az oszlopon van egy pont, ami gyakorlatilag egy 3 méter x 3 méteres, olyan, mint egy napkollektor, és körbe az oszlop körül úgy vannak elhelyezve tükrök, hogy egy pontra vetítsék a napnak a fényét, és így gyakorlatilag több ezer fokot is elő tudnak állítani. Így gyakorlatilag sóval van feltöltve. Most így fejből dolgozom, tehát így ne nagyon utána lehet nézni, de rájöttek arra, hogy egyszerűen só folyékonnyá teszik a sót, gyakorlatilag azt hiszem 16-1800 fokon, és az egyedüli anyag, ami ezeknél az erőműveknél át tudja vészelni azt, hogy este mikor lemegy a nap, és reggel mikor feljön a nap, még mindig folyékony, és tud folyni a csőben belül. Úgyhogy egy ilyen só, nem is tudom, azt hiszem majdnem tömény nátrium-klorid oldat van benne, ami teljesen folyékonnyá van téve. És nem kristályosodik ki reggelre sem, följön a nap, és utána megint gőzerővel működik a hőerőmű, de azért van bőven. Azt hiszem 1600 fok alá nem szabad mennie, és akkor 1800-1900-on tartják. Valahogy így. De mindegy, ez egy teljesen más cucc. A lényeg az, hogy nincs szükség olyan házra. Magyarországon különösen nem. Svédországban már 4-5 éve folyamatosan sorozatban épülnek az olyan házak, svéd cégek vannak, akik gyakorlatilag beraknak egy kandallót a házba, de az csak a hőérzet meg a dizájn miatt van, de gyakorlatilag, ha nem kapcsolják be, akkor is folyamatos 26-27 fok is lehet ott bent, csak annyi kell. Két dolgot kell megoldani, az egyik az, hogy ugye amikor kint meleg van, az bejöjjön a lakásba, a másik pedig a lakásnak a hő megtartó képességét kell olyan szinten fölgyúrni, hogy a nappali, illetve amikor jön az este, tehát az esti részt átvészelje egy 2, maximum 3 fokos eséssel. Ezt a technikát Magyarországon is alkalmazzák egyébként, tehát ezért nem kell messzire menni. A szalmabála technikások, tehát hogyha valaki fölhív telefonon, vagy elmegy érdeklődni egy szalmabála építészettel foglalkozó céghez, akkor ott igenis el fogják mondani, hogy az esti időszakot fűtés nélkül gyakorlatilag maximum 2 fokos eséssel, talán 3-mal át lehet vészelni, olyan szintű a szalmabála technikának a hő megtartása. Úgyhogy, ha valaki belegondol abba, hogy 3 millió forintot, 2-3 millió forintot is kifizetünk azért, hogy mindenféle dolgot átalakítsunk a házon, mert hogy fűteni akarunk. A napelemrendszert fölgyúrjuk, az is plusz. Aztán elektromos kazánt veszünk, kiépítjük a rendszert, padlófűtés, falfűtés, mennyezetfűtés, mit tudom én, milyen fűtés van még. Hőszigetelőket cserélünk, tehát ha ablakot, nyilázárókat cserélünk, bocsánat, ablakot, ajtót cserélünk, a szigetelés körül megcsináljuk, ez bizony-bizony néha 2-3 millió forintba is benne van. Tehát nem csak a fűtés részét csináljuk meg. És akkor kapunk egy olyan fűtést több millió forintért, ami lehet, hogy részletre van, de megint ott vagyunk, hogy havonta megint csak energiát kell közölni a házzal. Nekünk mesterségesen, holott természetes módon is előáll az a hőmennyiség, amire szükségünk van. A technika pedig 2020-ban bőven a rendelkezésünkre áll, amivel ezt a hőmennyiséget meg tudjuk tartani, és bent tudjuk tartani a melegben. Nyáron ugyanez. Úgyhogy így lehet csinálni azt, amit én mindig mondom, egy fűtés nélküli házzal más dolgokra kell odafigyelni. Nem csak a falakat kell szigetelni, hanem a padlót is, meg fölül is. Persze előnyben van az, aki építi a házat, nem pedig van háza és fölújít, de ott is teljesen megoldható, csak más dolgokra kell figyelni. És akkor így kapsz egy olyan lakást, ami meleg lesz. Amit sokan nem szoktak érteni, az talán így már, hogyha elhiszitek azt, amit én mondok, akkor így belegondolva egy másik többi videómban is, nem csak a másik videóban, többi videómban is mindig mondom, hogy off-grid rendszereknél olyan házak kellenek, amelyeknek ugye télen kisebb az elektromos árammennyiség előállítása, kevesebbet eszik a ház, nyáron
pedig többet teszik a ház. Ez azért van, mert gyakorlatilag nyáron ez a fölösleget a hűtésre el lehet használni. Úgyhogy gyakorlatilag én ezekről a fűtés nélküli házakról beszélek. Meg fogom mutatni az építkezésen, de nem most, majd amikor már elért az építkezés egy olyan szintet, hogy meg tudom nektek mutatni. Én már az új épülő házba, ebben a bambusz házban már úgy fogom megcsinálni a fűtésrendszeremet? Hát igen, a fűtésrendszeremet. Vegyétek úgy. Köszönöm, hogy figyeltetek rám. Ha akartok még ilyen videókat látni, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Puszi mindenkinek, ciao a tutti!